Augusztustól június közepéig számtalan kosárlabdatornát rendeznek Nyíregyházán, a húsvét vasárnapi azonban több szempontból is rendhagyó lesz. Az elmúlt évben két korábbi kosárlabdázó hunyt el váratlanul, és a megyei szövetség a volt sportársak barátok kérésére egy B33-as tornával tisztelek Pál István és Zentai Levent emléke előtt. Mindketten a barátaim voltak. Pistát ismerem régóta, akit már 88-ban megismerhettem, amikor Nyíregyházára kerültem, akkor itt játszott a tanárképző színeiben, és nagyon sokat segített nekem abban, hogy be tudjak illeszkedni a csapat szerkezetébe. Ugye akkor még teljesen fiatalként a kosárlabdától távolról érkezve ez nagy segítség volt nekem. Levente pedig ugye az utolsó pillanatig is mellettem dolgozott, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. Nem is nagyon tudom alapvetően elfogadni még azt, hogy már nincsenek itt. A Batyus B33 elnevezésű emléktorna a megyei szövetség elnöke szerint a mozgás mellett a baráti kapcsolatok ápolására is lehetőséget biztosít majd a résztvevők számára. Az emlékezés mellett igazi baráti hangulatra több generációra számítunk, hiszen Zentai Levi is edző volt, mellette nagyon sok fiatal nevelkedett a keze alatt, úgyhogy úgy gondolom, hogy több mind a ketten játszottak élvonalbeli csapatokban, tehát nagyon sok az egykori kosaras ismerős, tehát bízom benne, hogy nagyon jó hangulatban baráti társaságok összejönnek, és akár a generációs különbségeket is áthidalva és a kosárlabdával összehozva, úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon kellemes, jó hangulatú torna lesz. A torna meccseinek a nyíregyházi Bánki terme ad otthont. A B33-as szabályoknak megfelelően félpályán játszanak majd a csapatok. Három játékos van egyszerre a pályán. Ezen a tornán most megengedünk két cserét, egyébként egy csere lenne. Maga a játékidő 10 perc, zálóórával alapból, de hogyha torna a csapatok úgy jöttek össze, akkor lehet, hogy futóval lesz. Ha 10 percen belül a 21 pontot valamelyik csapat megdobja, akkor már nyert az a csapat. Ha döntetlen lenne, akkor az első két dobott pont után az a csapat nyeri meg, aki azt hamarabb megszerezte. Egyébként hatos labdával játsszák még, és játékvezető van. A streetballnál nincs, csak pályafelügyelő, de a B33-nál játékvezető van, egy darab, aki kvázi vezeti a mérkőzést. A tornára előzetesen és a helyszínen is lehet nevezni 9 óra 30-ig. A rendezvény vasárnap 10 órakor kezdődik, a szervezők a nevezési díjakból származó bevételt az elhunytak családjainak ajánlották fel.